Axia Kft. Mezőgazdasági és építőipari szolgáltatások szívvel, lélekkel. Támogatónk a Tisk Kft. A svájci Motorex prémium motorolajok kizárólagos magyarországi importőre. október 19. A Speedzone stábján megérkezett a Bennett Jackson aukcióra, ami a világ egyik legnagyobb használt autós aukciója. Éppen itt a Las Vegas-i állomást járjuk be Bruderrel. És kiszúrtuk a legnagyobb autót az egész kiállító csarnokban. Kiszúrtuk a legmenőbb verdet, kezdjük ott. Amíg odaérünk, addig elmondanám, hogy egyáltalán mi ez, meg helyezik már képbe a nézőket, nem? Mármint, hogy mi? Hát, hogy hol a tökönben vagyunk. De azt már elmondtad, nem? De nem tudják, hogy mi ez a Bennett Jackson aukció, meg hogy miért érdekes. Azért érdekes, mert... Ennyi autó van, menjünk ezt, mert nézzük. Ugye Russ Bennett és Tom Jackson találták ki azt, hogy az arisztokrácia méregdrága puccos aukcióit egy picit közelebb hozzák az átlag emberekhez. És hát be is jött nekik ez a... Tényleg nekem jössz? Látod, amit én látok? Be is látom. Jó, hogy kicsit gyorsabban be is jött nekik ez a dolog, az a lényeg, hogy azért nőtte ki magát ennyire ez az aukció, mert itt az átlagember nagyjából az a középosztálybeli is jöhet és vehet érdekes, drága, ugyanakkor alkalomattán akár, hogy Tibit idézem, a szártól a rakétáig mindent árulnak, hogy alkalomattán akár nagyon egyszerű autót is, és hát ez azt hiszem 5 helyen vagy 6 helyen rendeznek most ilyen aukciókat, rögtön itt van egy nem létező vagyunk, autó. Tessék, rögtön itt van egy nem létező autó. Ez az, ami a világon mindenütt porrá rohadt. Igen, valamitől itt nem. Hát azért, mert Kaliforniában vagyunk, csúcsú, itt nincsen, nem rohadnak az autók. Nézd meg, milyen gyönyörű. Direkt ezzel szeretnénk kezdeni, mert azt hiszik, hogy mi csak ilyen nagy autókat szoktunk mutatni, megnézegetni. Nem, ez nagyon. Nem. Ez egy 1.5-ös Honda Civic, mégpedig... Manuálos. 1977-ből, 4 gangos kéziváltóval. Igazi, öreg néni is, bevásárló autó. Gyönyörű barna belsővel. Jó, szét van szarva hátulja egy index cuccal, de... Szóval ezek a narancssárga amerikai indexek... Meg ez még úgy, ahogy a hátul rémálom. Hátul nagyon csúnya. Ugyanaz, mint ha Magyarországon kéne vizsgáztatni. Az még benne ez egy 3-mal nagyobb autóról van. Nem, az még oké, de ami hátul van, az rémálom, de belül csitti-fitti. Szóval aki azt hiszi, hogy csak a V8-ra buzulunk, az téved meg. Egy igazi kis ékszerdoboz. Nagyon-nagyon szeretjük. Az ékszerdoboz az ilyen nagyon közhely. Mondja mást. Mondjak mást. Egy aranyos kis egérjük, vagy valami. Ékszerdoboz. Igen, de jól mutatja az aukció sokrétűségét, hogy a kis Civic mellett áll Don Julio Chevy teherautója. Kezi csókolom. Kis kezi csókolom. Az a két hordót hátul üres talán? Lesz itt ma valami kis show? Mi pedig, hogy nem. Kóstoló? Mi pedig azért tudunk itt állni, mert a Maserati az nem ért ide. Az nem ért ide. Szóval azt mondom, hogy ügyedet ki. Hát akkor megyünk, indultunk. Befizeted a... Na gyere, akkor menjünk, jó? Tegnap még indult. Szóval nézd meg az aksit, nem esett le a sarut? Az immó faszakodik. Egy kaliforniai rozsomát? Éjszaka varázdálkodott? Hát jó, ez nem ért ide. Jó, de mondjuk tényleg egy feketére lefóliázott Quattroporte. Az az inger küszöbünket erősen már... És? Átlépi, hát és nézzük és meg a... túloldalon. Te is magyar! Dehogy magyar, ezt Kaliforniában is gyártották. Igen. Jó, lehet, hogy ez győri. Ez szerintem nagyon győri. Simán lehet, hogy győri. Szóval nincs ebbe semmi Kaliforniai. Ezt nézzük meg, hogy azért vannak itt tök átlag autók. Alig ment át a vizsgán itt, nézd meg, európai index van rajta, adjad már. Akkor lehet, alig hogy ez győri. Győri. Ő is magyar. Így van. Don't lie.
De nem is az az érdekes, hogy mennyi amerikai autó van itt, mert valamiképpen nem csak az autókat akarjuk megmutatni az embereknek, hanem ugye mi is kíváncsiak vagyunk arra, hogy hogyan működik egy ilyen amerikai aukció. Sokkal pörgősebb, gyorsabb. Hogyha hallják, ahogy beszél ott a kikiáltó, vagy az auctioneer, ahogy hívják, ez valami olyan szinten nyomja a tempót, hogy csak a mai napon 247 autó kerül elverésre, kalapács alá, úgy mondjuk. Ez valahogy így mehet, nem, hogy 200-300, vagy 70 Itt van a varázsszó, a Pro Touring felirat TB-nek. Shaker hood. Lásd, hogy motorok. Elég korrekt fényezés. Ugye nem tudni, hogy mennyi a kikiáltási ára. Ez csak az aukción derül ki, illetve csak annak, aki beregisztrál, hogy szeretne részt venni az aukción. Mi nem tudunk beregisztrálni, sőt be se tudunk menni oda forgatni, mert ugye az a Discovery-é, a közvetítési jog. De benézni, benézünk, csak ahogy felemelik a fiúk a kamerát, azon nyomban a földbe vannak taposva, úgyhogy ezen inkább ne szórakozzunk. Egyet építettek belőle, kettő maradt fönt. 67-es. Az az én évjáratom sajnos. Az a te évjáratod? Te 67-es vagy? Az az. Nézd, 11-et építettek ebből a felvezető autóból, kettő maradt. Ez az egyik belső édesapám. De honnan szerez bele ilyet, hallott? Nem tudom. És nézd meg, akkoriban még extraként sorolták fel a biztonsági övet, ja. A szemetest és az AM rádiót. Amit ugye otthon nem tudunk használni. Figyelj, így állapotra valami egészen elképesztően jó állapotú. Gyönyörű a festés, gyönyörű a felirat. De azért valamiképpen mindig lútri venni aukción kocsit. Mert hogy? Hát mert nem tudod, mi van alatta. Hát alá fekszel, nem? Na és az üvegekben nem látsz be, hogy rohadnak-e vagy nem. Tudod, ezek még le voltak zárva a mindenféle karosszéria üregei. Jó, hát ez marhára érdekel engem, egyébként ki kivesz aukción kocsit. De hát mert keresünk olyan embert. Ja. Megnézzük, hogy meg keresünk valami aukció nyertest, nem? Ja. Azért vagy komoly. Ha látsz valakit, aki van egy olyan, hogy ő venne, akkor beszélgessünk vele, azt kérdezzük meg, hogy mégis. Ezeket pénzért adták, a felvezető helyeket. Kérdezzük meg. Excuse me, mister. May I have disturb you? Elnézést, uram. Zavarhatom egy percre? Ön egy vevő? Vásárolni jött ide? Igen. És mit keres? Mit szeretne venni? Ugye egy műsor forgatunk és érdekel. Egy 67-es Edsel. Ott áll a sorban. És miért pont ezt szeretni? Pontosan ezt, vagy egy olyan? Ilyen nem volt a gimiben. Ó, tényleg? Szóval emlékek kötik hozzá. Ó, igen. And what do you think? What's gonna be the... És mit gondol, mi lesz a végső ára? 20 ropi. Több mint 20, vagy 20? 20. Szóval 20-et tud rátenni? Igen. Sok sikert önnek. Thank you very much. Na, megtudtuk, hogy... Thank you, man. Megtudtuk, hogy ő azért akarja azt a, nem is tudom, talán Ford Edsel, vagy nem tudom mi a francot venni, mert neki az volt a középsuliba az első autója. Világos. Ilyen egyszerű. De nincsenek itt nagy megfejtések. Sarba lesz, legalább 30 autót kell megvenni, amire elér. Nem, azt mondja, hogy bent van már a soron, és 20 ezeré fog elmenni. Az van, hogy a színpadra, a kikiáltási térbe, oda, ahol nem forgathatunk, oda külön kijelölt sofőrök viszik fel az autókat, itt van a sor, itt van ez a gyönyörű Golf színű 911-es, és a végén hát ott nyilván a pergőnyelvű kikiáltó megpróbálja felvárni az árát a kocsinak, van úgy, hogy ez nem sikerül, és akkor vagy az van, hogy visszalép az eladó, vagy kénytelen eladni azért a pénzért, amennyire leütik. Van úgy, hogy tényleg
háromszorosát éri majd az autó. Annak idén ugye a legnagyobb üzletet Beret és Jackson, hogy nem három Mercedes 770 K-val csinálta, ami ilyen a náci fejesek három nagy autója volt, és azokat adták el rekord 156 ezer dolláros áron valamikor 67 körül. Akkor jöttek rá, hogy igazából ez egy jó üzlet, és ezt lehet csinálni. Nézzük meg ilyen érdekesebb cuccokat, nem? Jó vagyok, öregem. Figyelj, akkora négyes lemezből van hajtogatva itt minden. Érdemes benézned. Egészen elképesztő. Ez ilyen gyalogos barátszuc. Ja, hát nem is az... Nem, erdészek kifejezetten szeretik, ahogy telibe veri őket. Hogy egy cső az egész, igazából ez egy vékony műanyagké. Ez ilyen valami helyi, ilyen Baha versenyautó, vagy milyen jó isten lehet. Nagyon jó néz ki. Nagyon. A cél szentesíti az eszközt. Lokál Motors, ugye? Kisgrófó szolgálati járművét pillantottuk meg a háttérben. Azért a... Nem tudom. A csatkai búcsúba azért jó elmenne ez a kocsi, nem? Swarovski Edition. Győzik-e? Bevásárláshoz használt kis? Azt a mindenit. Kristály Ninja. Szerencsére mondom, nem egy... Swarovski nézek, oda van érve. Igen. Szerencsére nem egy eredeti 356-os Porsche-t. Hát így akarták eltaparni a fényezés hibáit, nem? De jó lehet ezt tisztítani, mi? Az szép lehet, amikor bemész egy magas nyomású mosóval vele, nem? Csucsú. Azt hiszem, hogy ez egy 240 lovas valami nem, modern. Tök összintén szerinted valakit érdekel, hogy ebben milyen motor van? Engem érdekel. Jó, de te vagy az egyetlen szerintem az országban. Hát, édesapa. Fene az ízlésüket. Azért... Van még hol fejlődni. De ne ide, hát ez borzasztó. Jó, hát önmagában persze érdekes, de hát nulla a használati értéke. Hát szerinted. Szerintem viszont a legrájább autó az egész. Figyelj, csarnokban. Oda jön bárki, így spaklival letor róla egy Marek Swarovskit, azt elmegy. Akkor mit csinálsz? Nem, hát erre ráfekszenek a testőrök menet közben, tehát ez nem úgy működik. Megáll, négyen így tuk-tuk, négy soroknál föl. De szerinted ez mennyire fog elmenni? Hát nézd, nem tudom, először is van a kristályoknak a nettó ára. Van az autó nettó ára, hát ez egy... és van a hozzáadott érték. Hát én nem adnék többet 150 ezer dollárnál azért. Hát most nagyon mélyen elgondolkodom, nem, hogy én mennyit adnék. Meg fogjuk nézni, mert visszanézzük, felírjuk, hogy mi a száma. Jó. Visszanézzük majd, hogy a végén mennyi ment el. Röhely. Hát bent zajlik az aukció, elképesztően géppuskaszájú a kikiáltó, ugye úgy működik a dolog, van egy nézőtér, ugye nem forgathatunk bent, azért mondom el. Van egy nézőtér, ugye fönt, ugye bent a kockába, ott vannak a licitálók, azoknak egy külön belépőjük van. És akkor ugye a kikiáltó elkezdi mondani az árát az autónak, de annyi idő alatt adják el, amíg átolják lassan a színpadon. Nagyon gyorsan pörgetik. Ezért van az, hogy több mint 200-at eladnak. El tudnak adni egy nap, konkrétan 247-et csak ma. És mondja az árat, aki megadja, az emeli a kezét. Hogyha nem megy azon az áron, amit ő kikiált, akkor elkezd lefelé lépegetni. Előbb-utóbb valaki felemeli a kezét. Ugye bent a négyzetben vannak segítői, akik ugye figyelik a egyes szektorokat. És ha valaki emeli a kezét, akkor jelzik az aukció vezetőnek, hogy megvan adva az ár, lehet följebb menni. 100,000 bid. My goodness. Ez
Porsche replika kelt el a legmagasabb áron ezen a napon, és bár nekünk egyáltalán nem tetszett az autó, azért találtunk bőven olyat is, ami kedvünkre való volt. Ja. Jet korszak, mi? Jet, hát igen, de... Hát de ez az. De igen, de más nincs rajta, ami jetes lenne, ugye ez a hátulján a szárnyak. Ja, érdekes, hogy ugye én meg először Kubában találkoztam ilyenekkel, és nekem van egy pici viszonygásom, mert ott ezeket ilyen RS csatornákból vágják ki oda tetejére, de mindegy. Ennek azért szép ez a színű összeállítása. Meg ugye az, hogy két ajtós. Két ajtós, igen. Szóval egyébként is kombibuzi vagyok, de... Szinte már shooting break. Hát, ja. Viszont ez itt, na ezen nekem egy dolog fáj, de piszkosú, ezt nagyon elrontották, amikor már kész lett volna a végén, és akkor beleteszi a paraszt, a ragasztott szélvédőt, de úgy, hogy ráragaszt a rozsdára, majd belefényez a gumiba is. Na, azért ez... tegyük hozzá, most kezdődik az a fázis, amikor már annyit láttuk, hogy elkezdtünk szarozni, erotozni. De nem, ez, most már figyelj, mindegy. De nem, Balázs, de vicc nélkül, ezt nem. Meg ezt kiemelték a custom vanília interiort. Ha bele tud nézni egy picit az a kamera, busztustalan a belseje. Csúnya ez a műszerfal, bőrözés. Szóval, hogyha, na látod, ilyennek kéne lennie. Ez nagyon-nagyon szép. Igen, de ugyanakkor ebben is érdekes, és itt tök jól meglehetett, hogy ugye ez eredetileg trágyaszállításra csinálták. Igen, ez egy fél tonnás pika. Szénahordó izé volt. Na most ehhez képest, ha megnézed a részleteit, ebben már össze-vissza van taknyolva egy-két dolog, de az összhatás szép. Az ülés, soha az életben nem volt benne ilyen ülés. Nézd meg, hogy csillog. Ez az a gomba, csíra, mentes ülés, amivel a fémszálak... Azért húzták bele a fémszálakát, hogy ne gombásodjál? Udvásodjál vele. Nagyon szép viszont az eredeti számla, itt az ajtón meg lehet nézni. Nem, ezek a féltonnás, 60-as évekbeli pick-upok, ezek most reneszánszukat élik itt. Ezek viszont elmennek, tehát ezt el fogják adni. Igen. Addig-addig csorgattuk a nyálunkat ezekre a pick-upokra, amíg a tulaj is odajött, mert azt hitte, hogy meg akarjuk venni valamelyiket. Éppen az autóját nézegettük, és csodás. Ez az, ez egy... Összehasonlítván másikkal, ez valami teljesen. 11 kocsink van itt. Mindegyik itt az a nöké, az is ott. Igen, a 79-es Chevy pick-up, a Plymouth. Őrület. Az 56-os, 51-es, 55-ös, az 50-es, a Corvette és a 6 Pontiacból 2. Mindegyiket eladták már? Elfogjuk. Elfogják. Mindegyik autó elején láthatja a szélvédő matricákat, amin van egy szám. Igen, egy szám. És a mi autóink előtt láthatja a showboardot, azon rajta van a számuk, és hogy mikor kerülnek árverésre. Értem. Szóval ezek pénteken és szombaton. És biztos abban, hogy elmennek? Nincs minimál áruk, az utolsó licitáló viszi őket. De mik az elvárásai? Ezeket csak az üzletre csinálta, vagy? Ezek mind a mi autói, csak saját autókon dolgozunk, nem ügyfélautókon. Hány éve csinálják ezt így? Oh my gosh, probably... Ó, Istenem, talán 16. Itt a Beretta, de amúgy már régebben. Ó, tényleg? Igen, a férjem egy régi autóörült, annak született. És hol van most? Valahol itt. Ott látja? Mennyi ideig tart, mire ilyen állapotba hoznak egy autót? Ez körülbelül egy év munkája volt, Új-Mexikóban vettük. És hát... Nem így nézett ki. Hát, azt gondoltam. De pontosan ilyen színe volt. Ez az eredeti színe? Igen, ilyen volt eredetileg is, és megvan a restaurálási folyamatkönyve. Amikor megvettük az autót, és kinyitottam a kesztyűtartót, megtaláltam ezeket az eredeti dokumentumokat. Ezek az eredeti doksiai? Igen, ezek azok, az első forgalomba helyezés papírjai és minden. Olyan öregek már, hogy ki sem nyitottam inkább őket. Minden irata itt van. It's insane. És a szélvédőn a számlája. Igen, igen, azt láttam. Ez pedig a restaurálási folyamatkönyve. Szóval ez egy teljes felújítás volt. Igen, az alapoktól. És még mindig akad hozzájuk alkatrész, mert tudja, odállt Európában már nagyon nehéz alkatrészeket, apróságokat találni az ilyen korú autókhoz. Voltunk kint a pomonai bőrzén, ott minden van. Azt láttam, hogy bármit kap hozzájuk, a legapróbb dolgot is, ez általános? Igen, ha van rá pénzed. Szóval csak pénz kérdése. Igen, bár a 30-as évek autóinál azért vannak ritka dolgok.
de az 50-es évekbeliekhez minden van. Szóval sokkal könnyebb ezt a restaurálást csinálni itt az államokban, mint mondjuk odaállt. Ó, hát azért kemény munka. Ez kemény. Nyilván nem csak úgy történnek a dolgok, elég komoly csekkekkel találkozunk közben. De ha ki tudod fizetni őket, akkor mindent megkapsz. Mit vár ettől az autótól? Mennyi a kikiáltási ára? What would be the asking price? Nincs minimálára, egyiknek sem. Ez elég kockázatos. Tudom, de tudja, mi itt csináljuk. Piros pick-up végül 34 ezer, a kék pedig 58 ezer dollárért kelt el, de a többi kihozott autóért is szép pénzt kaptak, mi pedig folytattuk az érdekességek felkutatását. Ennek az autónak itt egész szimpatikus hátsó gumi mérete van, amiből én arra következtetek, hogy rohadt erős. Szóval ezért ilyen széles kerék otthon traktorokon szokott lenni, meg ilyen peres. Ó, ez a felni, Istenem. Michelin Sport. Egy Chevy Bel Air. Hát ott meg jól látszik, két rohadt nagy karburátor, két kis szűrővel. Valószínűleg ez tud valamit. És nem az a legnagyobb problémájuk, hogy nincs rajta ablaktörlő, ugye? Tényleg nincs rajta ablaktörlő. Figyelj, azt mondja, hogy 502 köbincs big block, és van rajta egy Edelbrock kompresszor, ott, igen. Meg két nagy karburátor. 33x19 és feles, azaz 330 mm széles. Mickey Thompson versenygumi. Azt a mindenit. Ezt tudhat valamit, kár, nem írták, hogy milyen erős, de nagyon valószínűleg. Ó, gyere, ezt nézd meg! Ú, ez nagyon szép. Ez nagyon szép, és nézd. Az kicsit... Nem, ez tor. Amikor fényeztek mellett egy másik gépet, hallod? Nem, nem, ez simán por. Tudod, nem nagyon vigyáztak rá. Azt kell tudni, hogy ugye a T-Bird volt az, amit a... Ezt talán mindig is jobban tudja, hogy a T-Bird volt előbb, vagy a Corvette. Azt hiszem a Corvette volt előbb, és a T-Birdet hozta rá a Ford válaszul, ugye, Tibi? Ez volt, ez 57-es. 57-es. A Corvette volt előbb. 56. Gyönyörű, 18 hónapon át restaurálták. Nézd meg ezt a kis kajütablakot. Látod, a Daihatsu Charadodon is lehetett volna ilyen. Ja, de nincs. Csak az enyém az újabb valamivel. Piros-fehér, érted, a legcukorkább kaliforniai kombó, ami létezik. Ó, elképesztő. Hát és, hogy legyen egy kis modern autó is, azért az SLR McLaren. Érdekes módon az SLR McLaren az nem járt úgy, mint a Bugatti Veyron. Elkezdett most már fölfelé menni az ára. A Veyronnak viszont úgy, hogy kijött az új, aminek a új, mi is a neve, Jézus tököm. Chiron. A Chiron, igen. A Veyron ára körülbelül ilyen 20%-kal estek, mert már nem az a leggyorsabb, hanem már van egy gyorsabb. Hát amióta népautó lett belőle. Azóta már népautó lett belőle, viszont az SLR McLarennek meg elkezdett fölfelé menni az ára. Gyönyörű ez a felni dizájn, ezt azóta rengeteg cég másolja, ezeket a turbina felniket. Nézd meg, hosszú orr, kompresszoros V8 benne, irgalmatlan jó hangja van, és sidepipe, ugye, visszaidézzék a Stirling Moss féle verseny SLR-eket, azonnak is ott volt a kipufogója. Kínában a BKV buszok hasonlítanak rá nagyon. Mekkora egy hülye vagy, de tényleg, neked nem való autóban ez, te vezessé áramot. Jó, ezután egy kicsit külön váltak útjaink, és mindenki olyan autókat keresett, melyek az ő szívéhez állnak a legközelebb. Mama! Hova születtem, igaz? Szóval az igazság, gyerekek. Na, itt ehhez kell ugye, kell egyszer egy autószerelő. Kell hozzá karosszériás, kell hozzá egy favágó, kell hozzá egy ács, kell hozzá egy asztalos, kell hozzá, hogy belülre valami kárpitos, egy elektromos szerelő, kellek hozzá én, és borzalmas mennyiségű pénz. És akkor még nem tudom, hogy ezt a viniltetőt honnan szerzem meg, ugyebár. Olyan érzésem van, régen voltak ilyen műbőr szatyrok. Ez puha. Műbőr szatyrok a 70-es években. Tehát nem tudok ennyi műbőr szatyrot összeszedni. Meg milyen fából lehet ez egyáltalán, nem?
Mi van, ez elkezd vetemedni, vagy egyáltalán, hogy kell egy ilyet karba tartani? Mind olyan kérdések, amelyek az én életemben már nyitva maradnak, amelyekre a választ én nem fogom megadni. De mások se. Hát ebben nekem saját tapasztalatom nem lesz. Úgyhogy marad minden. Itt meg itt. Istenem. Ne hazavinnélek, basszus. Na mindegy. Hát az aukción azonban nem mindegyik autó volt a legszebb állapotban. Szóval azért, mert tényleg elkeserítő, mennyire nem törődöm, gyökér tulajok is elverésre bocsátják az autót. Itt van, nézd meg, ez a Salin Mustang, Dan Gurney Edition. És akkor arra nem veszi a fáradtságot, hogy kicsit belenézzen, hogy össze-vissza karcolta, meg össze-vissza rajta van még a polírpaszta. De legalább rendesen letakarította volna a tulaj. Vagy ott van az a Ford T6 rod mellette, nincsenek bekötve a vízcsörek. Szóval, tehát az ilyen embereket meg tudnám rázni, hogy de ember, hát nem néztél bele, hát legalább már szed rendbe, csupa pacál, szélvédő, meg minden. Gyere! Szóval, legalább ragasztottad volna vissza. Így tolod föl aukcióra. Hát nem tudom. Mercury Monterey amúgy egy nagyon szép amerikai cirkáló. Hát valaki ad rá, valaki meg leszárja. Mint például ez a szerencsétlen 500-as Fiat, ami valaha egy abart volt, és egy ékes példája annak, hogyha hülye vagy hozzá, akkor hogyan értékteleníted el a saját autódat. Szóval vegyük számba. Le van falazva az orra. Ugye itt kellett volna lenni egy kis olajhűtőnek. Nézd meg ezt a fényszórót, 0 forintot ér. Nézd meg ezt a borzasztó fényezést. Küszöbb spoiler felni, és ha hátra jössz, akkor ott karmolod össze igazán magad. Nézd meg ezt a lámpát, tűz már ilyen. Borzasztó. De ahhoz képest ez, amit 600-asnak mondanak itt mellette, ez a kis kompanyoló eredeti magnézium, vagy alufelni, könnyű fényfelnieivel, ez gyönyörű. Szóval azért valamiképpen az autótuningolók azok mindenütt egyformák. Valaki nagyon jó érzékkel nyúl hozzá, valaki meg túltolja, és akkor telebassza a Scorpióval tényleg. Telebassz! Ezt magyar csinálta, nézd már! Na, ezt a magyar csinálta. Sziasztok! Mondjuk, érdekes, hogy igen, nem az olasz zászló sikerült fordítva felrakni. Azért mondom, hogy... Piros-fehér-zöld. Ez a zöld-fehér-piros. Szóval erről van szó. De ez láthatóan egyáltalán nem zavarta a licitálókat, hiszen ez a Fiat több mint 8,5 millió forintért kelt el. My washing machine has a bigger motor than this. I guess I own a spiritual descendant of this in the form of a smart car. I could be mad, you know. Na és hogy mutassunk valami tempósat is, jöjjön az egyik aukciót vezető kikiáltó, Joseph. Just a few questions. For csak egy pár kérdés, de az első. Hogy a fenébe tudsz ilyen gyorsan beszélni? Lényegében mi nem beszélünk gyorsan, csak folyamatosan. Érted? Te is meg tudod csinálni. Próbáld meg! Ne, mutasd! Csak használj szavakat, számokat és rakd össze őket. Oké, de mutasd, hogyan csinálod. Szóval ezt mondjuk. De ezt gyakorolnod kell, hát állsz otthon a tükör előtt és tolod? Igen, szoktam. Elvégeztem egy ilyen tanfolyamot, és onnantól kezdve önszorgalom. Gyakorolsz és gyakorolsz, ismételd a számokat, a nyelvtörőket és a gyakorlatokat, és kialakítod a saját tempódat. Így felépíted a stílusot. Hogyan működik egy ilyen aukció? Te bemondod az árat, és látom, hogy a segítők neked dolgoznak a tömegben. Igen, körülbelül 35 licit figyelő segít nekem ma. A Scottsdale-i aukción kb. 50-en dolgoznak nekünk. Szanaszét vannak szórva itt az arénában, és ha látnak egy licit előtt, akkor kiáltanak, mutogatnak, fütyülnek, hogy felhívják rá a figyelmünket. Ezt odafent látjuk, és látjuk azt is, hogy megadják az árat, de jelzik, ha lassabban is kell lépnünk felfelé.
Gondolom, vannak jeleitek, különféle kézjelek, amelyeket használtok. Melyek ezek? Oké, okay. Okay. A többségükkel azt jelzett, hogy van-e pénzed vagy nincs. Ha így összeszorítod az öklöd és a magasba emeled, azt mutatod, hogy van pénzem itt, vagy a nyitott tenyérrel integetsz, ha nincs pénzed, vagy csak véletlenül integetsz itt. Ezt leszámítva csak a normál kézjeleket használjuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 és 9. Hogy hogy? A 8 így van, a 9 így, és ez így a 10-es. De tudod, az emberek azt hiszik, hogy egy csomó jelet használunk, de valójában nem. Ez a 6, ez a 9, ilyen egyszerű. Milyen régen csinálod ezt? Mennyi ideje? Hú, körülbelül 18 éve. De itt fent a blogban alkalmanként 30 percet töltünk, 4-6 aukció vezető van odafent, és cseréljük egymást. Gondolom, sokat kell ígnod, mert kiszárad a szád. Sok víz kell, főleg itt Las Vegasban, Arizonában. Nem olyan, mint máshol, itt száraz a levegő. Melyek azok az autók, típusok, amelyeket a leginkább keresik manapság? Melyek itt Amerikában mennek? A pick-upok, sportautók? Mi az, amit keresnek az amerikaiak? Ismerünk ilyen aukciós fenoménokat, a dolgok, amelyek általában felkapottak. Aztán persze van olyan, hogy magunk is meglepődünk. Például nagyon megugrottak a Jeep árak, és a Volkswagen buszok is egyre mennek fel. Ezek, ha jól mennek, akkor a következő aukción még több lesz belőlük. Most azonban egy fiatalabb generáció jön, akiket fiatalabb autók érdekelnek, és ezek egyre népszerűbbek, a piac lassan változik. Szóval a youngtimerek törnek fel itt is, mint Európában. Igen, ezek a fiatalok azokat az autókat keresik, amelyekkel gyermekkorukban találkoztak, a családi autókkal vagy kedvenc típusokkal. Ezek pedig jellemzően fiatalabb kocsik, hiszen a vevőik most 35 év körüliek. Az utolsó kérdésem, mi volt a legdrágább autó, amit eladtál? Több is volt 1 millió dollár felett, a legutóbb egy jótékonysági gálán ment el egy NSX 1 millió 250 ezerért, de nem mondhatok többet. Joseph, nagyon köszönöm az időzet és sok sikert! Na, hát ennyi. Gyere Bence, menjünk innen, mert nagy a zaj. Azt mondta, hogy csak gyakorlás kérdése, nem? Szóval röviden lefordítva, sokat kell gyakorolni. És igazából azt mondta, hogy csak számokat ismételnek, de azt nagyon-nagyon gyorsan. És tessék! Na mi, most játsszuk el? De te nem tudok ilyen gyorsan beszélni, te pöcs. Próbáltak. Na várja. Jó. Figyelj. 36-os BMW-vel adó 20-as motor, 2200 stroker turbo, 650 ezernél járunk mostan, örök élet, minden fegyver, szlovák papírja van, KPM vizsgás, AFS szállvás szám, gyerünk, gyerünk, a jövő 1 millió, 2 eladó az E36-os BMW, 475 lóerő garett turbója van benne, hegeszte diffie van, nagyon rövid ismeres, kurva jó, megy, nagyon jó, rendőrök elő elmész érte, nem mér be a trafi. Ez volt a mai Spinzoradás, innen a Barrett Jackson aukciós házból. Gyerünk, gyerünk, nézzétek minket, jövő héten is 650-nél jár a licit. Hoppá, 16 ezer követők van, 20 ezer nélkül is vállalunk meg. Mindenki, mindenki, gyorsan, 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 1 millió 200 ezer. Hát így. Ne hagyd veszni gyermekkori álmaidat. Csatlakozz te is az FKF csapatához. Tegyünk együtt környezetünk.